Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Kriszsán László Biznisz Podcast legújabb adásában, ahol üzletről lazán, életről komolyan szeretnénk beszélgetni, és mai beszélgető társam és vendégünk Vona Gábor. Gábor, nagy szeretettel köszöntelek, és sokat próbáltam felkészülni erre a mai beszélgetésre, pedig én nem vagyok egy rákészülős típus, de én nagyon szerettem volna látni egy, egy, egy ívet, hogy hon, honnan, honnan kezdtük, hova jutottunk, és hogy mi is ennek a háttere, és ugye ez egy olyan műfaj, ahol most vagyunk, amiben általában én mindig kérdezett szoktam lenni, és nem kérdező, de itt, itt nálad az a helyzet, hogy én azt éreztem végig, hogy, hogy, hogy rengeteg-rengeteg kérdésem van, úgyhogy én 28 kérdéssel készültem, ma nem szoktam kérdésekkel készülni, nem szoktam 28-al, főleg nem, de nagyon köszönöm, hogy elfogadtad ezt a meghívást, köszönöm. és nagyon megtisztel, és azt meg kell, hogy mondjam, hogy a kollégák, a stáb, és azok az emberek, akikkel beszélgettem az elmúlt napokban erről a mai interjúról, hihetetlen pozitív véleménye vannak. És nekem mindig ez az első kérdés, hogy, hogy amikor te nagyon kicsike voltál, az emberek át, a nagy emberek általában kilógnak mindig a sorból, hogy, vagy volt valami gondolatod, hogy te amikor már kinőttél az iskolai korból, hogy te merre is akarsz menni? Hogy te gondolkodtál abban, hogy most te politikus vagy szóba se került a politika, vagy mi került szóba, hogy mi leszel, ha nagy leszel, vagy van-e valami ilyen, ilyen nyitó kérdésként egy ilyen gyors felütés? Hát azt mindig is éreztem, hogy valami fontosat szeretnék csinálni. Tehát az a, az a jövőkép, hogy én egy egyszerű életet éljek, ahol a szónak a negatívabb értelmében kispolgári életet élek, és megismétlem azt, amit már nem tudom hány, több százmillióan megéltek a bolygón, ez engem elborzasztott ez a lehetőség. Tehát mindenképpen szerettem volna valamit, ami, ami így egyszerűvé teszi azt az egyszerű életet, amit élek a Föld nevű bolygón. De hogy ez politika lesz, vagy közélet, az, az, egyáltalán nem volt biztos gyermekkoromban, engem inkább az etológia vonzott. A Darel sorozatok, meg az Etenboró sorozatok teljesen megbabonáztak, és hát én kertesházban nőttem fel, gyöngyösön volt, disznó volt, kacsa, tyúk, macska, kutya, minden, úgyhogy elkezdtem egy ilyen kis vonalas füzetbe feljegyzéseket tenni az állatok viselkedéséről. Talán a macskának fütyültem, hogy mennyi idő alatt ér oda, és akkor próbáltam mérni, meg beengedtem a malacot a konyhába, aminek nyilván édesanyám annyira nem örült, hogy akkor azt... Macskának hogy, fütyülni, ez mit jelent? Hát most nem, nem fogom, tudni neked reprodukálni, meg szerintem szét, is verni a műsort, hogyha megpróbálnám, de, de hát valamilyen hangjelzést adni, meg, meg, meg Nyilván majd, ebből majd lehet mém is, hogy ilyen bogaras voltam már gyerekkorom, és de imádtam a rovarokat is. Tehát a hangyákat. Mindig szerettem volna találkozni egy ilyen egy hangya hogy ez hogy néz ki. Ugye elkezdtem így piszkálni őket, mármint a hangya amit találtam. És annyira belefeledkeztem, hogy olyan szinten agyon csípdestek a hangyák, hogy lényegében a kórházba kellett vinni. Mert annyira belemerültem, flóba kerültem a hangyáktól, mondhatjuk így is, hogy, hogy végül, végül a csípésekkel a kórházban kötöttem ki. Ennyit a gyerekkoromról, hogy dióiban, ez elég, elég, a bőven. A háztáiból ugye eljutottál odaig, hogy, hogy elkezdték gondolkodni az, ami most akkor foglalkozó politikával. Ez, az, ami külsőbb, ugye 2001-ben volt, amikor, a, amikor Fidesz uh, tag lettél, és abból csak egy pár év alatt volt az, amikor sikerült létrehozni egy pártot, saját magatok, szinte kiváltatok a, ebből a szárnyból, és hogy, hogy, hogy akkor, akkor voltam törés, vagy, vagy nem törés, változás? Nem tudja, hogy a politika bejött az életembe, arra Én, gondolsz? Hogy hogy az, hogy az hogy hogy, mert azért, a, mert azért a, a katicából és a hangyából átmenni a, a, azért abba, hogy most akkor emberek életét szeretné az ember befolyásolni a politikán keresztül, azért ez egy óriási váltás. Igen, a, az általános iskolai állatok iránti érdeklődés a középiskolában már az emberek iránti, az ember nevű állat, iránt érdeklődési alakul, de, de még akkor sem politika. Még emlékszem, hogy anyukám mondja, hogy most már, hát hogyha te történelm akarsz menni, meg volt ön is, hogy majd jogász leszek, meg sokféle terben volt mindig, eh, akkor mondta anyukám, hogy hát nézzél már legalább meg egy híradót. Hát nem igaz, hogy nem érdeklődsz az iránt, ami a politikába zajlik, és, és én engem nem érdekelt középiskolás koromban. Általában, akik politikával valahogy eh, megjelennek, vagy elkezdenek politizálni, azokról már az derül ki, hogy már 11 évesen tüntetésen voltak, már 14 évesen beléptek valami ifjúsági mozgalomba én nem. Tehát engem az egyetemig teljesen hidegen hagyott a politika, és aztán az egyetem meg olyan szinten megtalált, és olyan szinten eltalált, hogy ugye Horn Gyula mondta, klasszikusokat idézünk, hogy aki egyszer beleszippant a politika füstjébe, a soha többé nem képes elfelejteni a, a illatát, szagát, hát ugye ez nézőpont kérdése, e, és ez így van. Tehát, hogy emlékszem, akkor először elmentem egy ilyen egyetemi gyűlésre, az már ilyen politikai témájú volt, akkor azonnal éreztem, hogy hát igen. Megütöttem megtaláltam, a Megtaláltam, igen. Tehát azt éreztem, hogy, hogy, hogy ezzel akarok foglalkozni, hogy végre valami olyan, ami, amire mindig is vágytam, hogy valami, valami fontos dolognak legyek a részese, valami olyan szóljon az életem, ami, ami, ami egy nagy kaland, és egy nagy, és nagy izgalom, és egy nagy felelősség is. Tehát, hogy szinte vágytam arra, hogy a felelősség az így a vállaimra. És nehezedjem. ha, ha, most húznék én egy, csak egy mai vonalat, hogy hogy ak akkor ez bejött? Hogy most tényleg ennyire el tud kapni téged ez a gép szíj, meg ez a mozdonyfüst? Hú, hát ö, szerintem igen, de most nem, nem azt akarom mondani, hogy most sikeres vagyok, vagy nem sikeres, De mert enném, mindenki én, megítél. Én, én csak azt, hogy mennyire kapott el a gép Annyira Olyannyira kapott el, hogy, hogy én most is közélettel foglalkozom, miközben nem vagyok már pártpolitikus, és, és nem cserélnék igazából senkivel. Tehát jól érzem magam a bőrömben. És hogyha ha ez így van, akkor szerintem az azt jelenti, hogy bejött. Egyébként, hogyha ha most vissza lehetne menni 20 évet az időben, akkor, akkor, akkor lennél az, aki ma vagy? <laughs> e, hát Biztos lenne egy-két egy időszak, amit úgy ha lehet, akkor megúsznék belőle, de hogy ha a kérdés úgy fel... melyik az az időszak, amit szeretnél megúszni belőle? Mert szerintem a fiat születése, az biztos nem az. Hát biztos nem, nem. A politikában lenne pár év, amit úgy szívesen újra gondolnék. Uh -huh. De, és akkor itt jön a de, és te, te is úgy tetted tett fel a kérdést, hogy ami most vagy? És ahhoz, ami most vagyok, és amiben én jelen pillanatban jól érzem magam, azt hiszem, hogy ahhoz hozzájárult az is, ami átmentem, vagy amit megtapasztaltam. Tehát, hogy ilyen értelemben meg, lehet, hogy persze ezzel csak magamat nyugtatom, vagy, vagy az ember próbálja a saját életét egy ilyen kerek egésznek látni, de mégis úgy érzem, hogy, hogy annak is megvolt a helye az életemben. De azért voltál te már sok minden. Tehát azért te nem úgy indultál, mint egy politikus, mert ha jól emlékszem a biográfiádra, ugye te, te szoftverfejlesztő is voltál, értékesítő. Az nem voltam, is volt. csak, csak Fejlesztő dolgoztál, értékesítőként, igen. igen. De, de voltál nyelviskolában is dolgoztál, sőt, hogyha, hogyha végig kellene nézni, hogy, hogy milyen uh, diplomák és tudások, a skillek jöttek rád, ugye bölcsész, történész, szociológus, pszichológiát hallgatál, ami nekem nagyon közel áll a szívemhez, hiszen a pszichológia az valahol egy kicsit a manipulációnak a tárgya, amit, amit mindjárt követtünk nagyon-nagyon régóta, de most éppen tanulsz egy török egyetemen, levelezőn gondolom, mert nem vagy, nem vagy állandóan ott, ott is szociológia, és egyébként készülsz a doktoridra. Hogy, hogy van, van egy hiányérzet, hogy most akkor még, még ezt is meg akarnád tudni, tanulni, vagy hiányzik még, egy, még valami tudás, amit magadra kell tenned, mert attól leszel még több, vagy még teljesebb, vagy még kerekebb. Igen, folyamatos hiányérzetet élek meg. Igen. Tehát, hogy állandóan azt érzem, hogy még valami fontos, még hiányzik a, a mozaikomról. És amikor aztán úgy érzem, hogy az, ami hiányzott, azt megtaláltam, akkor rájövök, hogy ez egyébként még öt hiányzik, és amikor azt ötöt megtalálom, akkor rájövök, hogy tizenöt, és hogy ez az egész bizonyos értelemben frusztráló, hogy azt érzed, vagy azt érzem, hogy, hogy tanulok, keresek folyamatosan, és mégsem, és amikor valamit megtalálok, akkor nem nem érzek teljességet, vagy nem érzek elégedettséget, hanem inkább egy újabb ajtó nyílik ki, vagy újabb ajtók. De mára már megtanultam valahogy ezt elfogadni, és megpróbálom ezt egy más aspektusból nézni, és úgy tekinteni rá, hogy végülis ez egy, ez egy életstratégia. Ez, a, amit tudományosan lifelong learningnek is szoktak mondani, hogy, hogy az ember megtalálja a szépséget abban, hogy soha nem fog tudni mindent, amit szeretne de hogy tud ebbe az irány, ez egy iránytűvé válhat, és hogy az ember tud folyamatosan motiválódni, önmagát motiválni, önmagát, önmagát rávenni arra, hogy újabb világokat próbáljon megismerni, és ez, ez engem mindig, mindig, mindig nagy csodálattal tölt el. Én, én ilyen szenvedélyesen olvasok, ezt tudni kell, hogy a, a, legfontosabb kikapcsolódás számomra az olvasás, és azt, de a kikapcsolódás az rossz szó az én esetemben, mert hogy én ilyen életre-halára olvasok, úgy szoktam fogalmazni. Tehát, hogy egy könyvtől én mindig azt van, egyrészt nagyon tisztelem a könyveket, aki tollal ír bele egy könyvbe, azzal én komoly vitákba tudnék keveredni, csak szeruzával szabad szerintem, és de a könyv számomra egy misztikus dolog, mert van egy ember, aki, én is írtam már könyvet, és tudom, hogy mennyi munkával jár, és pláne hogyha az ember komolyan veszi. És van egy ember, aki több évnyi gondolkodását, küzdelmeit, felismeréseit belefoglalja, összefoglalja nekem, és ez egy ez igazából szinte egy bűnös dolog egy könyvet elolvasni, mert hogy valaki annyi minden dolgozott értetem, meg csak elolvasod. És ez egy tök nagy csoda, úgyhogy én minden könyvtől azt várom, hogy, hogy, hogy hozzám tegyem, hogy, hogy valami olyat ismerjek, meg olyat tudjak meg belőle, ami, amit eddig nem tudtam, és igazából ez egy kifogyhatatlan tárház. És amikor te írsz, akkor az, azok régóta vannak benned, és, és, így ki kell robbannia, vagy megfontolod, és nagyon sokat készülsz rá, és nagyon sokat akarsz átadni. Á átadni akarsz valamit? Hú, ez nagyon jó kérdés. Még? Szerin Szerintem nem elsősorban átadni. Nyilván az, az, az egy ilyen képmutató dolog lenne, hogy azt mondanám, hogy igazából nem, engem nem befolyásolnak a visszajelzések, meg nem esik jól, hogyha valaki, amit írok, azt, azt megdicséri, vagy éppen nem esik rosszul, hogyha valaki kritizálja. De hogy alapvetően, amikor ír, én írok, akkor, akkor így úgy érzem, hogy így megkönnyebbülök valami alatt, ami engem már sokáig feszített, aztán végül úgy érzem, hogy megoldottam. Nem biztos, hogy megoldottam, de én úgy érzem, akkor azt ki kell írnom. Ha azt nézzük, hogy a, a könyv is végül is egy önkifejezési eszköz, és azt nézzük, hogy azon keresztül szeretnél adni valamit az embereknek, vagy átadni valamit az embereknek, vagy információt megosztani, akkor nekem mindig visszajön, még megint csak a pszichológia, mint egy alap, alapeset, alap hogy, hogy ugye a, a, politika is egy manipulációs tudomány. Embereket kell tudni meggyőzni, vagy embereknek kell tudni olyat mondani, amit ők, amit ők magukévá tesznek hogy adott-e hozzá valamit az a pár év, amikor üzleti dolgokkal foglalkoztál, ha más nem, akkor egy, egy egy rendszer szemléletet, vagy valami hasonlót adott e hozzá, és az kellett -e egyébként ahhoz, hogy te nekiállj és nullából építs egy pártot. Uh -huh. Még a válszok a, a kérdése, csak mondtad többször az a megtévesztés Manipuláció, nem megtéveszt, manipulál. manipuláció. Igen, és hogy én azért mondom a megtévesztés, mert hogy van egy olyan evolúciós pszichológiai álláspont, hogy lényegében az egyik legfontosabb tudásunk, ami emberrétet bennünket, az az, hogy meg tudjuk téveszteni egymást és a másikat. Tehát, hogy ennek nyilván van egy nagyon negatív, amikor arról beszélünk, hogy megtévesztés vagy manipuláció, van egy, van egy nagyon negatív része, de hogy ennek van egy csomó a túlélésünket segítő, vagy ott adott esetben pozitív aspektusa is, hogy hogy az ember képes az érzelmeit nem olyan mértékben kimutatni, mint mondjuk az, állat. az állatvilágban. nagyon Ott is van manipuláció nyilván, de hogy nem tudnak annyira Kamil tudatosan, mint mi. Igen, de, de meg ennél tudatosabban is, tehát a, a, a fejlettebb intelligenciájú állatoknál nem gyakori az, hogy megtévesztő módon viselkednek, és azzal valamilyen evolúciós előnyt igyekeznek produkálni. De a, a, a kérdésedre rátérve, amikor én úgymond rövid kis kanyart tettem hogy az üzleti világban, akkor, em, akkor is emberekkel kerültem kapcsolatba is. és ez a politikában nekem nagyon sokat segített, mert... Mert a, az embereknek a mindennapi gondolkodás az, az, az lefordítható bizonyos üzleti tranzakcióknak a, a, az analógiájára. És ugye én említettél sok mindent, hogy mi mindent csináltam, meg mi mindent dolgoztam, de alapvetően értékesítő voltam. Azért ez volt, ez volt a, a, a vezérfonala az én üzleti e, e, életemnek, és az értékesítés az ugye arról szól, hogy magadat értékesíted elsősorban. Igen. Meg kell tudnod... Szeretetned magad, meg kell bizalmat kell tudnod ébreszteni a másik emberben. Hiszen ha valaki nem bízik benned, akkor semmit nem fog megvenni, még a jó terméket se fogja megvenni. Mm. És hogy ez, ez a politikának egy nagy tanulsága, hogy a politika ilyen értelemben ugyanígy működik, a politika egy értékesítés. É. És én nem, nem szeretjük ezt így kimondani, mert ez így nagyon nyersen, meg nagyon üzletiesen hangzik, de a valóság az mégiscsak az, hogy kiáll egy politikus és beszél a programjáról, ami az ő áruja, az ő terméke és tud-e bizalmat ébreszteni az emberekben, mert hogy azt ő hogyan fogja megvalósítani, meg milyen, az ugyanúgy a jövő kérdése, mint amikor te megveszel egy terméket, és aztán az otthon vagy beválik, vagy nem válik. Most, most ugye egy, egy, egy hatalmas váltások és ugrások voltak. Az üzletből átmentél egy politikai világba, a politikai világát ott tudtad hagyni hétfőről kedre, egy olyan alapeszme miatt, amit azért szerintem Magyarországon az elmúlt 30 évben nagyon kevesen léptek meg, hogy hogy azt mondta 18-ban, hogyha ha nem jön össze az, hogy te miniszterelnök legyél, akkor te másnap lemondasz. Másnap nem mondtál, de két nappal később lemondtál. És hogy, hogy ugye ez a nem divat azért a politikában sem, meg általában mostanáság azért kevésbé divatos a, a, az ilyen becsületbeli kijelentéseknek a megtartása. Csak több szempont is volt. A, a választások éjszakáján ugye, már a választások éjszakáján azt mondtam, hogy lemondok a jobbik elnökségéről. Hmm. És azt, abban egyértelműen az játszott szerepet, hogy ezt megígértem, és ez szerintem így volt korrekt. E, és utána jelentettem be másnap azt, hogy nem csak a jobbik elnökségéről mondok le, hanem a parlamenti mandátumomat is visszadom, és, és befejezem a politikát. Ebben már sok minden más is belejátszott, hiszen ezt nem ígértem meg, tehát ez, nem, ez az ígéret csomagnak nem volt része. E, nyilván ebben volt egy csalódottság is, egy ilyen érzelmi rész is, de nem, nem egy hirtelen hozott érzelmi döntés volt, hanem én már a kampányban láttam azt, hogy milyen irányba fognak körülbelül menni a folyamatok, és hogy az ellenzéki oldalon milyen mozgások fognak megtörténni, és abban már nem akartam részt venni. Ez volt az egyik oka. A másik oka, ezt pedig többször elmondtam, inkább egy ilyen emberi, hogy én 2018 áprilisáig, tehát a választásokig azt éreztem, és egy vezetőnek szerintem ezt kell érezni, hogyha valamit vezet, hogy tudom, hogy mit akarok és merre kell menni. Az nem biztos, hogy amit én gondoltam, az helyes vagy jó, de hogy én úgy éreztem, hogy a helyes és jó. És én úgy fogalmaztam meg már több helyen, hogy a mondataimnak a 95% az kijelentő vagy felkiáltó mondat volt. És ott aznap este és másnap azt éreztem, hogy ezek a pontok, meg ezek a felkiáltó jelek a mondat végéről eltűntek, és ilyen három pont jelent meg, meg kérdőjel, meg, meg elbizonytalanodtam, és azt, azt. Tehát úgy nem lehet vezetni egy közösséget, és tudom, hogy sokan azóta is haragszanak rám ezért, mert hogy úgy élték meg, hogy ott hagytam őket. Ami egyébként nem igaz, de mindegy, nem akarom a múltat megnyerni, meg nem, nem tudok úgysem mindenkinek megfelelni, de tudom, hogy persze sokan ezt nehezményezik, és nem is negatív szempontból hanem azért, mert szerettek, vagy mert szerették volna, hogyha maradok. Csak én próbálom nekik mindig elmagyarázni, hogy rosszabb lett volna, ha maradok. Hát... A még egy vezető azt tudja mondani, hogy erre fogunk menni, meghallgat mindenkit, és talán meghozza a döntést, és azt mondja, hogy erre fogunk menni, az egy vezető. De az a vezető, még meghallgat mindenkit, és azt mondja, hogy gyerekek, is, merre menjünk, valaki mondja már meg, nekem azonnantól kezdve nem vezető. És én abban a szituációban körülbelül ennyire lettem volna képes. És, és nem akkor a, a, a sajátjaimmal, vagy a, a, az én akkori politikai e, m, társaimmal, akkor lettem volna inkorrekt, hogyha ennek ellenére is eljátszom, hogy én vagyok a vezetőjük. Igen, de az érzelmeid akkor? Az érzelmeim? Hú, hát azok azért dúltak legbelül. Tehát, hogy azt én, én nem vagyok egy vallásgyakorló ember, de hiszek valamiféle felsőbb iránymutatásban, Istenben, akár így is mondhatjuk, és akkor ott azt éreztem, hogy nagyon magamra hagyott. Tehát, hogy úgy, úgy ott úgy legbelül pereltem vele, hogy, hogy ezt, ezt hogy tetted velem. E, nyilván az 2020 ra elmúlt, meg az ember ezeket helyére teszi, meg, meg ezeket a, a dolgokat átszuri magán, de 2020... És ez most, hú, nem tudom, hogy ezt majd, hogy ma kivágjátok, hogyha nagyon rosszul hangzik, de hogy, hogy egy Covid-járvány van, az egész világ meg van döbbenve, engem viszont ez az egész helyzet energetizált. E, én még bizonyos értelemben a... a, a amikor bezártak a dolgok, és, és, otthon kellett maradni, én azt is egészen jól viseltem, azt hiszem, Ü és elképesztő ilyen rendszert raktam az életembe. Úgy éreztem, hogy akkor, mintha kaptam volna most egy-két évet, vagy nem, akkor mi nem tudtuk, hogy mennyit, hogy csomó olyan dolgot csináljak, amit még nem. És akkor kezdtem el például a doktori iskoláimra készülni, nyelvet tanulni, még többet olvasni, szóval így egészen katonás rendbe a napjaimat, és meg, meg közben megfigyeltem a világot hogy mit, mit hoz ez a Covid, mert nekem meggyőződésem, hogy a Covid az, most már szeretnénk elfelejteni ezt az egészet, de meg döntő jelentősége van a történelmünkben. Szerintem, Szerintem a Coviddal ért véget a 20. század. És a Coviddal kezdődik a 21. Egy, egy nagy globális élmény volt, az első nagy globális élménye volt az emberiségnek is, és semmi, semmiképpen, tehát nem lesz már olyan a világ, mint előtte volt, hogy milyen lesz, ez egy nagyon nagy kérdés, meg, meg én is csak találgatok, meg olvasok, meg keresek, de de hogy olyan nem lesz már, amilyen volt, az biztos, és ezért is érdemes szerintem figyelni azokat a, az embereket, akár a közgazdaságtanban, akár a politikában, akik, akik ezt kimondják, vagy fölismerik és próbálnak új utakat keresni. Hát ez nagyon egyetértek, nekem is a 2020 egy döbbenet volt, nekünk is egy megvilágosodás volt, nekem személyesen is. Ugye akkor robbantunk, hogyha kicsit visszatérünk az üzletre, a, ugye a hitelezés és az, hogy a vállalkozások, a kereslet kínálat egyszerre esett el egy nap alatt, egész Amerika, Európa, Ázsia egyszerre zuhant be, egyszerre zuhant térdre, hétfőről keddre. Egyébként abban meg én vitatkozom veled, hogy a közgazdászok azok, azok, miket mondtak, mert mindenki ütögette a kristálygömbjét és, és próbálta megmondani, hogy ő már meg, A megmondta, B majd jó megmondja, C majd holnap vége lesz, jöttek, emlékez visszajöttek jöttek a, a, V alakul lesz, dupla V alakul lesz, Z alakul lesz, R, R alakul lesz, volt ott minden. Én pedig azt gondolom, hogy ez egy, hogy a nagyon egyetértek veled, Gábor, hogy ez, ez alapjaiban változtatta meg a világot, a kommunikációt, a, az egymáshoz való viszonyunkat, az, hogy rájöttünk arra, hogy hogy milyen hihetetlenül el tudunk esni, hogyha el, elvágják a vonalakat, az ellátási láncokat, a vonalakat, ha nincs csip, ha nincs autó, hogyha visszajön a hiánygazdaság, ha visszajönnek olyan szavak, amik nem voltak soha korábban. Ez egy, én azért is kérdeztem a COVID-ot, mert nekem is ez egy ilyen, az egy ilyen váltó, Váltó. ezt, mert de vissza egy picit talán a, Vagy bocs, bocs, Csak mondani. ehhez meg egy mondatot akarok, mert te egy nagyon helyesen gazdasági szempontból közelítetted meg, én meg hagyj közelítse meg egy picit pszichológiai szempontból ezt a covid mert hogy nekem van egy olyan érzésem, azt lehet, hogy ezt tévedek, és ezt nem érzik át olyan sokan, de a Covid óta én azt tapasztalom, mint mintha elveszett volna a világból az önfeledderű. derű. Tehát, hogy a Covid óta nem tud az emberiség, és nem tudunk úgy mi emberek örülni, önfelettek lenni, mint előtte valahogy ott, mintha belopózott volna egy ilyen állandó bizonytalanság, egy ilyen állandó szorongás az életünkbe, és persze próbáljuk visszatérni a normalitáshoz, és elmegyünk nyaralni, meg elmegyünk, leülünk egy sörre a barátokkal, meg összejövünk, meg. tehát hogy próbáljuk élni a, a megszokott életünket, de valahogy úgy érzem, hogy ott ütött egy pecsétet rajtunk ez az egész, és és ott minden generációtól elvett valamit két év bezártság voltak, akik akkor kerültek volna a vadába. Tehát hogyha végigmegyünk, az, az, az egész korfán voltak, akik akkor kellett volna, hogy elcsattonjon az első kamaszcsók. Hmm. Van, aki akkor tervezte az esküvőjét, van, aki akkor épített volna házat, van, aki akkor sütött volna az unokájának süteményt, és egy tehát, hogy csomó olyan emberi dologtól lettünk megfosztva, ami, ami, ami most itt van bennünk, és, és valahol én azt érzem, hogy van egy ilyen lappangó, mély, nyomasztó félelem, hogy ez, ez, ez nem az utolsó ilyen szituáció volt. Én... van valami olyasmi a, a te média, közösségi média tevékenységedben, az írásaidban, a, blogjaidban, az eszéidben, ami, amivel te akarsz valami távolabbit is mutatni vagy adni, vagy csak próbálsz megfelelni a napi kérdéseknek, amit fiatalok tesznek fölfelé, hogy mit csináljak, hogy, mm. mi, hogy kezeljem ezt, hogy a, m, 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 válaszoljon már valaki nekem. Hiányzik a válasz, hiányzik, a, hiányzik az, az iránymutatás, az útmutatás hiányzik, én azt látom. Ennek a kutatási területem, hát olyan jól indult ez a blog, nem tudom, hogy elrontsam e vagy ez a beszélgetés, nem tudom, hogy elrontsam e de az én kutatási területem a halászorongás. Talán furán hangzik sokaknak, hogy valaki hogy kutathat ilyet, hogy nem elég baj van a világban, miért kell ezt mégis kutatni. Az a helyzet, hogy én meggyőződésem, de ezt nyilván azért minden mindenki, aki kutat valamit, arról van meggyőződve, hogy az ő kutatása a legfontosabb a világon. És ezzel én, ezzel én is így vagyok. Azok, amit én kutatok, az egyik egy amerikai szociálpszichológiai irányzat, rettegéskezelési elmélet magyarra fordítva, a teóriája. és terror -management és ennek ugye az a egy mondatban az a lényege, hogy az embert az állatoktól az választja el, hogy mi vagyunk az az élőlény, amelyik először rájön arra, hogy a létezése az mullandó, hogy meg fog halni. És hogy ez egy olyan szorongással tölti el az embert, mint homo sapiens, mint élőlényt, hogy, hogy élhetetlenné tenni az életét, igazából ki kellett volna pusztulnia, ha csak nem talál föl valamit, amivel ezt, ez, ezt el lehet viselni. És ez a ha csak lett a kultúra. Létrehoztunk egy, egy virtuális valóságot, most hagyj legyek nagyon provokatív, lényegében egy, létrehoztunk egy nagy közös hazugságot, amiben tűzoltó lehetek, meg katona, meg, meg, most katona az mondjuk rossz, de az ne legyek, de tűzoltó lehetek, meg költő, meg politikus, meg közgazdát, és éljük ezt, és közösen fonjuk ezt a nagy kollektív, meg idézőben mondom hazugságot, hogy elviselhetővé tegyük azt az életet, ami egyébként a természetben már elviselhetetlen lenne a számunkra. És ez számomra azért fontos, nem a halállal szeretek foglalkozni, hanem az élettel. Mert hogy ez, az emberre tudunk úgy tekinteni, hogy, hogy egy a mai hivatalos álláspont az emberről az, hogy igazából olyan, olyan sincs, hogy lélek, az csak az agy kémiai folyamatainak egy ilyen, egy ilyen illúziója. Bőven távol vagyunk már attól, amikor a középkorban a teremtés koronái voltunk. És szerintem a rettegés kezelési elmélet, ami egyébként az egyik legsikeresebb szociálpszichológia elmélet a tengeren túlon, az egy új emberkép. Ez azt mondja, hogy nekünk a szorongás az nem egy, az nem egy betegség, az nem egy, egy ilyen mentális probléma, hanem a szorongás az első, az ős élményünk. A szorongást tett bennünket emberi, hogy, hogy Ádám és Éva eltakarja a, a, a azt, amit nem lehetne szabad mutogatnia. De miért akarja el? Hát az állatok nem takarják el. És valami megváltozott, és, és Innentől kezdve az ember, hogyha mi egy szorongó lény vagyunk, mi vagyunk a szorongó lény a világban, akinek valamit kezdeni kell a szorongással, és erre a szorongásra végül is a válaszunk a kultúra, ami megment bennünket, akkor, akkor meg kell becsülnünk a kultúrát. És most itt ez nem, nem arról beszél, hogy akkor járjunk mindannyian képtárakba, és elemezgessük 13 méterről a festményt, és a, próbáljuk megfejteni a, a, a festőnek a ecset használatát, mennyi ez a magas kultúra, hanem a kultúra az, amikor, ha egy mondatba kéne megfogalmaznom neked, hogy mit értek kultúrán, az, amitől többnek érzem magam, mint hús és vér. Ez lehet bármi. Az is, hogy most beszélgetünk, ez is szerintem kultúra, hogy, hogy azt érezzük, hogy nem csak azok a biológiai, meg fizikai folyamatok vagyunk, amik, 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 összekötnek bennünket az állatvilág, hanem van valami ennél több. És hogyha van valami ennél több, akkor az már egy picit segít nekem abban, hogy a szorongásaimat, ami az emberi valóm, tehát ezt nem kell szégyelni, minden ember szorong, aki azt mondja, hogy nem, az szociopata. Az a beteg, aki nem szorong. És, és hogyha én találok valamit, ami kultúra, ami, engem, ami nekem ad es esélyt és lehetőséget arra, hogy többnek érezze magam, mint hús és vér, akkor én nem fogok annyira szorongani. Akkor tudok élni, akkor, akkor, akkor nyitottabb tudok lenni a másik felé. Akkor, akkor az életemet is nagyobb, magasabb színvonalon tudom élni, és ez azért fontos túl ennek az emberi részén, mert szerintem a politika a lényegében erre ismert rá. És a politika viszont már az egész világon azt látom, hogy egyre rosszabb mértékben manipulál és a félelmekre épít. És most itt nem kormány meg ellenzékről beszélek, hanem mindenkiről. Mivel a társadalom szorong, Nyugat-Európában a vallások már nem igazán adnak válaszokat, meg iránymutatást. Ez jön a politika, és a politika lesz a vallás, és a politika mondja meg, hogy te miért szorongsz, ki az ellenfeled, aki miatt szorongsz, ki a rossz ember, ki a jó ember, mi a világ értelme, és ez, és ez szerintem egy határsértés. A politikának nem ez a dolga. A politikának az a dolga, hogy az emberek életében komfortot, igazságot, szabadságot teremtsen, nem az, hogy megmutassa, hogy mi az élet értelme. Nem, hogy a, a beszélgetést ezzel elviszed egy rosszabb irányba, er, erre a része fog mindenki emlékezni, erre a három percre. Most mindenkinek mondom itt az egész távnak, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos levezetés volt, amit most mondtál és nem a vége, hanem az eleje, ez a szorongást, szorongásnak a, a megélése, hiszen az embereknek a, a, Covid egyébként ezt hozta ki. És a Covid egyébként picit legalizálta is ezt, mert akkor én elmondtam, hogy nekem post covid -os tüneteim vannak, és én azért vagyok ilyen, olyan, amolyan, nem. Mindenkiben benne volt ez gyárilag, csak most felszére hozta egy, egy két év magány, meg azt, hogy nagyon más, amikor hazamegyek a munka után, és a gyerekkel foglalkozom 20 percet, hogy azt, hogy 24-be vele kell tolnom, összezárva a feleségemmel egy lakásba, és tanulni kell távirányítással, be kell hozni a digitalizációs dolgokat, amit sose csináltam korábban. Tehát csak egy perc azért visszatérve a, a beszélgetés, ne vigyük el egy ilyen, egy ilyen sötétebb irányba, hogy a, 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 a Vona Gábor jelenség az, az, azért érdekes nekem, mert mert nekem nagy kedvenc, de a lányomnak is az, az anyukámnak is az. Tehát van egy ilyen, egy ilyen korcsoportmentes elfogadottsága magának a vonagából jelenségnek, a mai típusú vonagából jelenségnek. És azért választom ketté, mert ugye beszéltük azt, hogy volt before and after. És hogy, hogy amikor fiatalokkal beszélgetsz, vagy valakikkel beszélgetsz, akkor, akkor, akkor van-e valami olyan motiv, amire azt mondod, hogy most akkor a, a, húj húj hajrán kívül, hogy motivál, tud, tud tudnál neki olyat mondani, amitől, amitől ő neki föllobog a szeme, Mm -hmm. amit te megtanultál a politikai, uh, uh, politikai közösség képzés során, hogy hogyan lehet az embereket földobni, fölrázni. Van, ma most is ilyen, ilyen vagy ilyen gondolkodás? Abszolút van. Tehát miután a halálszorongás kérdésével mindenkit jól lenyomasztottam, utána azért van. van <laughs> Ezért próbáltam van, a igen, én igen, 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 igen. Utána azért, a verzióra. Azért próbálok nyilván. De szerintem ez nagyon fontos, hogy reálisan lássuk önmagunkat, mert az is bármennyire is nehéz a téma, és nem akarok már tényleg ezen időzni, de szerintem nagyon jó érzés, hogyha az ember rájön arra, hogy a problémáival nincs egyedül. Hogy aki szorong, az ne azt érezze, hogy én egyedül vagyok, hanem az, hogy én, normális vagyok. Végül is én vagyok a normális, hogy a szorongok attól, ami ebben a világban van. És hogy a, amikor a fiatalok megkeresnek, mit tudok mondani? Az egyik az, ami, ami ez a before-after dologhoz nagyon jól kapcsolódik, hogy az én egyik, sőt, az én legfontosabb közéleti üzenetem az, hogy a törzsi háborút be kell fejezni az embernek szüksége van arra, hogy törzsekhez tartozzon, hogy közösségekhez tartozzon, hogy átélje a közösség élményét, de arra már nem feltétlenül van szükségünk, hogy, hogy ezt egymásról le is verjük. És a politika az végül is ezt erősíti, miközben egyébként most nem akarok ilyen nagyon szimbolikus lenni, de az a, a, magyarságnak az alapító mítosza az az, hogy jön hét vezér, akik azt nagyon nem szerették egymást, vagy millió vagy konfliktusuk lehetett, de kötnek egy vérszövetséget. Tehát, hogy ez, egy törzs Tehát, hogy miközben mi Belefeledkezünk itt a mindennapokban a törzsi háborúba, azért a, le, a nulla pont, az, az nagyon nem erről szól a magyar történelemben. És én egy törzsfőnök voltam. Tehát a politikában én egy, ráadásul egy elég vehemens törzsnek voltam a törzsfőn, elég vehemens törzsfőnöke. És azt hiszem, hogy az én szerepem a mai magyar közéletben az az, hogy annak tudatában, hogy milyen törzsfőnöknek lenni, tehát én nem könyvekből olvastam ezt meg, meg filmekből, hanem én átéltem, ennek tudatában mondjam azt, hogy ez nem jó, és nem ez az irány. És, és tudom, hogy mindenkinek szüksége van törzsekre, közösségekre, de próbáljuk meg a másik törzsben meglátni azt, hogy nélküle nem, le, nem, nem élhetnénk úgy, mint ahogy szeretnénk. Tehát, hogy ő is szükség van. A másik törzs is hozzám tesz, ezt kell valahogy felfogni. És a másik üzenet, amit el szoktam mondani, az a reformkor. Ugye az alapítványomnak, a, vagy az alapítványunknak a neve az második reformkor alapítvány, Szerintem a reformkor, ami tényleg a magyar történelemben egy ilyen, szinte egy ilyen felfoghatatlan csoda, hogy egyszer csak megszületik, és ha végmondjuk a reformkor neveit, akkor tényleg olyan, mint egy ilyen világválogatott, nem? Tehát itt. így jól esik mondogatni a neveket, és hogy ezek mi voltunk. Tehát ezek, ezek, a, ezek a mi őseink, tehát hogy nem, 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 ezek nem, egy, nem egy másik bolygón történt ez az eset, hanem ez itt történt, nem is, annyira nem is régen, egyébként 200 éve lesz 2025-ben a reformkor kezdete. És én azt próbálom a társaimmal, az alapítványbeli társaimmal közösen képviselni, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk megnézni, hogy mit, mit tudtak az első reformkorban, uh -huh. és hogy tudunk-e esetleg mi is. Ez egy misszió? Vagy? Abszolút az, abszolút az. Megtalálni... De a ez én egy teljes hittel elkövetett misszión be az a benned, hogy, hogy igen, és a másodiknak, annak legalább olyannak kell lenni, mint az elsőnek, és hogy szüks, megérett a világ egy második reformkorra? És azt mondod, hogy ez egy hite, abszolút hit, de az első korszakom, a before is hit volt. Ez annyiban több most, hogy ez, tud, ez egy tudatosan átgondolt dolog is. Tehát nem csupán hit, hanem ezt én tudatosan végiggondoltam közösen másokkal, és azt, arra jöttünk rá számtalan vita, meg beszélgetés hatás, hogy ez Magyarország jövője. Tehát, hogy most ez nagyon nagy képűen fog hangozni, de ebben az esetben vállalom. Szerintem ma nincs szebb és nincs felemelő politikai, közéleti, társadalmi célkitűzés, mint a második reformkor. De Tehát nem tudok jobbat mondani. De a tudatosság, ami benned van, az egy, az egy én a, annyira, hogy keresek egy, keresnem kéne egy szót rád, egy, egy szóval, és azért is kell majd keresni, mert ugye minden egyes ilyen podcast adásnál egy darab jelzőt mindig valahogy a végén kialakul. És én azt, azt gondolom, hogy neked a, az a, ez, a, ez, a, fegyelmezettség, meg ez a tudatosság, ez, ez annyira be van ívódva a sejtjeidbe, hogy ezt, hogy ezt, nagyon nehezen lehet más jelzőt is talán rádagatni most ugye első gondolatra. És az, a, és az a kérdés is, hogy pont ez a fegyelmezettség és pont ez a tudatosság, akkor, amikor valaki szociológus, pszichót hallgat, akkor, amikor bölcsész, amikor történész, amikor politikus, ezek azért mind olyan szakmák, vagy mind olyan tudások, amik azért mindig felvetik ezt a kérdést, hogy vajon miért kezdtél el akkor egy, egy, olyan, egy olyan térbe benyomulni, amikor elkezdtétek a, a 2003 környéken, ha jól emlékszem, hogy, jött ott, volt egy, ott volt egy politikai gap, ami, amit, vagy voltak olyan társadalmi osztályok, amik, amik, igényeltek egy újabb formáció létrejött. Tehát, ugye, mitől jött létre maga a jobbik? Valamitől létrejött, mert ha nem ha, ha elég lett volna ahhoz a, a jobb meg bal oldal akkor az úgy megvan de hogyha nem volt elég akkor valamilyen tudatos elv alapján pont a te személyiségedből fakadva ott, ott, ott neked volt egy hiányérzeted vagy volt valami mire amiben beugort, beugrottatok ebbe a, ebbe a résbe. Hát ö, valószínűleg nem csak nekem mert hogyha csak nekem lett volna akkor nyilván nem alakul a jobbik olyan erővé mint ami vé alakult. E és azt is látni kell, hogy a jobbik, amikor az egyetemeken létrejön, 1999-ben már létrejön, mint ifjúsági szervezet, és 2003-ban, ahogy mondtad, politikai párt lesz, az elején ez egy jobb-közép dolog, és aztán 2006 után válik radikális jobboldali erővésztán, pedig 2013-tól pedig a néppártosodással megy újra vissza a közép irányába. De Kéri László volt az, azt hiszem, aki megfogalmazta a legjobban ezt. Ő azt mondta 2010 után, amikor az LMP és a Jobbik bejutott a parlament, hogy az LMP az a rendszerváltás győzteseinek, a Jobbik pedig a rendszerváltás veszteseinek a gyermekeiből verbúválódott. Tehát, hogy szerintem a, a 2003 és különösen 2006 utáni politikai sikerünk az annak tudható be, hogy nagyon sokan csalódtak egyrészt a rendszerváltásban, de 2006-ban már az Európai Uniós csatlakozásban is. Tehát, hogy azok az álmok, azok az ígéretek, azok a, a, szerintem sokszor naív elképzelések, amik a magyar társadalomban benne voltak, hogy, hogy majd csupán a rendszerváltozástól, meg csupán az Európai, Parlament, az Európai Uniótól e, úgy fogunk élni, mint az osztrákok. Mert ugye valahol ez volt a naív elvárás, és hogy ezért nem kell tenni semmit, és hogy ez, ez nem kell e, azon a szinten polgárosodni, ami azért ennek feltétele lenne, amikor ezzel a magyar társadalom széles rétegei szembesültek, az, az egy dühöt váltott ki. És ez, ez volt szarán az a gyutacs, és ez volt az a, az, az, energia, ami akkor becsatornázódott. De erre ti ráültetek erre a düre, vagy, vagy, azt, vagy éreztetek azt, hogy van ott egy, egy politikai élettér, vagy politikai tér, vagy, vagy egyszerűen igény volt arra, hogy valaki álljon az élére egy ilyen... Ezt a dühöt mi is éreztük. Tehát, hogy ezt a dühöt mi is éreztük Magatokba magunkban, belül? magunkban mi, hiszen mi voltunk ezek a fiatalok, akik ezt érezték, és, és valahogy a történet, aztán nyilván annak sok komponens lett, de úgy dobta, hogy akkor mi kerültünk ennek a fősodratába. Most, most, most nincs dű? Általában az emberekben. Ugye, amiatt a csalódottság, félelem, szorongás van, azt tudjuk, ugye ez a háború dolog, ez akár, akárki, akármit, mert ez olyan szinten nyomasztja az embereket, hogy hogy hihetetlen, és a COVID után két évben még egy. Tehát, de, hogy, de hogy most is van, van most is vajon egy, én társadalmilag azért ezt a fajta nagyon mélységi dühöt nem érzem. Uh -huh. Azt érzem, hogy van egy egy, 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 egy társadalmi uh, handicap, de nem érzem a, a, az, hogy hogy most vol, ma, ma volna helye egy ugyanilyen formációnak. Szerintem a társadalmi düh az azért megvan, vagy, vagy ha nem is olyan mértékben, mint akkor, de most is ott van, és azért a... a, a, a a helyzet hozhatja úgy, hogy ez, ez megint fellobban, vagy, vagy azért az, a, a parázs az, 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 szerintem mindig megvan egy társadalomban. Amit én magamban érzek, mert nyilván magamról tudok a leghitelesebben beszélni, hogy bennem nincs már olyan típusú düh, mint ami akkor volt. Mert az a típusú düh, ami akkor volt bennem, az azt jelenti, hogy dühös vagyok, és ez miattad van. Most, ha dühöt érzek, akkor meg azt jelenti, hogy dühös vagyok, és hogy tudnám, ezt meg, hogy tudnám ezt magamban kezelni, mi az oka, és hogy tudnánk ezt valahogy mert hogy ez valószínűleg másban is van, hogy tudnánk ezt magunkból kibeszélni. Tehát, hogy most inkább ebből a szempontból közelítek akár a saját dühöm felé is, mert ember vagyok, én is egy csomó mindenen dühös leszek. Nyilván. Ha, ugye az internet az nem felejt, és valószínűleg mindig is, mindig is a, a H5, 8, 10 évvel korábbi vonagából lesz nagyon sokáig a, a, az, aki a nevet hallatán valamifajta flash bejön. De én azt látom, hogy amióta leköszöntél 18 óta, az öt év mostanra, azért egy nagyon nagyon rendszeres, tematikus, közéleti megjelenés, közéleti írás az, ami jellemző rád. Én egyébként nagyon, én, én, én megrögzött uh, rajongója vagyok azoknak az írásoknak, ahol egy következetes, konzekvens, uh, egyensúlyi gondolkodás mellett megy végig valami. Ez az öt az, hogy öt című műsorban szerepelsz. Gondolom, nem tartod a műsor nevét, de azért nem, de attól függetlenül a, a saját írásainak te adtad azt, hogy öt gondolkodát, gondolat erről, öt gondolat arról, ez ilyen becsípődés ez az öt nálad, vagy ez a, szerencse, ez, ez a szerencse számod, a lucky number, amit, amit csinálsz, vagy, 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 legalább öt aspektusának kell lennie valaminek ahhoz, hogy hogy abból lehessen. Egyébként én ezt nyúltam, tehát én ezt megmondom mindenkinek nagyon, hogy hogy én is a számokkal szeretek dobálózni, hogy össze tudjam tenni egymás mellé a gondolatokat, de ez az öt, ez, ez valami nagyon be, és picit már azt szerintem, szerintem kötik is rád, hogy, hogy na, ír -e erről valamit a vona. Becsípődés lett. Azt hiszem, azt hiszem, felvállalom, hogy becsípődés lett ez az öt, de, de meg tudom magyarázni. Tehát van rá mentségem. Én korábban a hármas számnak voltam a szerelmese. Tehát, hogy korábban mindig úgy éreztem, hogy ha valamit el akarok mondani, ezt három pontba kell tenni, mert hogy az olyan, nem tudom, olyan kereknek éreztem, de aztán rájöttem, hogy az öt az, 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 a, az, a, az a, győztes szám, és nem azért, mert az iskolában ezt tanultuk meg, hogyha valami ötös, akkor az, az a legjobb, hanem azért, mert hogyha te valami mellett érvelsz, a három az még azon a határon van, hogy a három érvet tudsz mellette felhozni, hogy oké, okay, de nem, még nem győz meg, de ha valami mellett öt érvet fel tudsz hozni, Na, az biztos. Hát, a, az, 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 az már biztos, hogy igaz kell, hogy legyen. Tehát, hogyha már itt beszéltünk a manipulációról, akkor ebben van egy talán egy ilyen kis ártatlan manipuláció. Ha sikerül valami mellett nekem öt érvet felhoznom, akkor én magam is azt hiszem, hogy akkor ebben talán lehet igazság. Ha, ha mondjuk a, a fiadnak adni kell egy mintát, vagy egy vagy egy útmutatást, akkor van valami, amire te próbálod őt ösztönözni vagy 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 hagyod hogy menjen az útján is és, és adsz neki kereteket egy kicsit vagy próbálsz. Próbálsz neki uh, érték olyan értéket átadni ami amit te annak tartasz és amit te, amit te magadra nézve vagy a családodra nézve tartasz annak van, van valami ilyen útra való uh -huh. vagy ilyen útirány Hát amikor az ember Tervező, hogy majd egyszer gyereke lesz, akkor azt hogyan fogja nevelni? Akkor én is nagyon tudatos és nagyon tervezett apának láttam magamat, aztán azóta rájöttem, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy sokszor úgy érzem, hogy nem, nem tudom kontrollálni a gyermeknevelése zajló folyamatokat. 17 éves a fiam egyébként, úgyhogy talán ebbe a korba ez, ez, ez elnézhető. De ha mégis kell valamit mondanom, akkor, mint egy ilyen tanulság, vagy szumma, vagy valami ilyen arzpolitik, akkor azt tudnám mondani, hogy annak örülnék, hogyha olyan ember lenne, aki, aki folyamatosan fejleszti önmagát. És hogyha valami nem stimmel a világban körülötte, akkor nem másokban keres hibát, hanem, hanem megpróbálja magában kijavítani. Nyilván ez is lehet kockázatos, hogy az ember ne váljon egy ilyen önmarcangolóvá ez a kockázata, de én azt hiszem, hogy, hogy, hogy a, a legfontosabb, amit a másik emberért tehetünk, az az, hogy először megpróbálunk saját magunkon javítani. Gondolkodtam, hogy ezt a kérdést föltegyem, vagy nem, de igazából az a helyzet, hogy engem piszkosul érdekel, viszont biztos, hogy nem nehéz lesz el a hogy, hogy, mikor, mikor jön ki újra a fényre, Mona Gábor? Ha, ha, nincs válasz, az sem, áll, az sem baj, hogy, hogy ki akarsz eljönni, jönni, vagy ki fogsz eljönni esetleg egy olyan dologgal, amire azt gondolod, hogy, hogy egy merőben új, merőben más, és merőben te. Van válasz rá. Én most is fénybe vagyok, itt meg vagyok, világítom, meg, meg hát szerepelek azért a közéleti vitaműsorokban, meg írok cikkeket, tehát hogy azért annyira nem vagyok árnyékban, azt hiszem. De értem a kérdésedet, természetesen. És ha még tovább szűkítem a kérdésedet, amit te ki sem mondtál, hogy van-e arra opció, vagy, vagy, vagy terv, vagy esély, hogy mondjuk én a politikába térek vissza, ha esetleg volt egy ilyen szempont is a kérdésedben, akkor arra azt tudom mondani, hogy, hogy ezt nem tartom kizártnak. Van mondani való, meg van, 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 politikai ambícióm még, de ahhoz, hogy én a politikába visszatérjek, ahhoz, ahhoz az kell, hogy a minden mondatom a helyén legyen, azok a kérdőjelek mindegyik eltűnjön, amiről beszéltünk korábban. Meg azt kell, hogy, úgy érezzem, hogy amit a politikában tudok tenni, az hasznosabb, mint amit civilként most egy alapítvány keretein keresztül tudok tenni. Ha ezek, nem, ha ezek nincsenek meg, ha azt érzem, hogy a politika igazából nem ad többet, és nem tudok benne jobban, hatékonyabban dolgozni, mint egy alapítványban, ahogy most csinálom, akkor nincs értelme. Ha úgy érzem, hogy, hogy igen, a politika az egy nagyobb színpad, egy nagyobb lehetőség, egy nagyobb hatáskör ahhoz, hogy hogy akár a másik reformkor céljaiért küzdjek, akkor, akkor, akkor én ennek nem, egyáltalán nem vagyok ellene. Hát én csak annyit gondolok a végére ennek a mai beszélgetésnek, hogy a leg, legjobb, amit én tudok kívánni bárkinek, és neked nagyon kívánom, hogy ezek a kérdőjelek ezek kiegyenesedjenek és felkiáltó jelek kiváljanak, mert mert én érzem annak a jelentőségét és fontosságát, hogy olyan olyan emberek, akik akik szerintem meghatározóak tudnak lenni és meghatározók voltak, azok, azok továbbiakban is azok leesnek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ezt a meghívást. Engem nagyon megtisztelt. Nagyon köszönöm szépen hogy köszönöm, meghívta. hogy tudtunk beszélni és talán kicsit mélyebbre is mentünk, mint amennyire terveztük, de nagyon elgondolkodható volt ez a mai beszélgetés és köszönöm szépen. Köszönöm szépen megtiszteltél. せっかく。<music>